Izgatottan várták ma délután a kistérségi települések képviselői, hogy kiderüljön, kik a szakmai zsűri díjazottjai a 26. térségi kertészet és élelmiszeripari kiállításon. A keddi zsűrizés alapján számos díjról és külön díjról döntöttek a bírák. Külön díjat adott át többek között a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun megyei szervezete, az Agrárminisztérium és a bács Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat is. Kecskemét megyei jogú város két díjat adományozott, a külön díjat a, a nagy díjat nyerte el. A díj odaítélésének szempontjai között szerepelt, hogy a a néptánc élő hagyomány, ez a község bemutatkozó napján is látható volt. A múlt tisztelete a pavilonban a fotókon is tetten érhető. A Kecskemét nagy díját elnyerő Helvécia különlegessége, amit a kiállításukban be is mutattak, az a széleskörű összefogás, ami a település gazdálkodóit, lakóit jellemzi. Helvécia jelenére különösen igaz, hogy szoros a kapcsolat a Kecskeméttel, állt a méltatásban pénteken délelőtt lezárult az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület közönség szavazása, délután a közönségdíjat is átadták, amit 396 darab közösségi oldalon leadott szavazat alapján Ballószög nagy község önkormányzata nyert el. A díjazottak teljes listája és méltatásuk a híres.hu oldalon érhető el.